Szó szóval lesz az, az idei év egyik legizgalmasabb mérkőzéséről, Marco nyilatkozatáról és a Bulgária-Magyarország elbés rejtező körüli botrányról. Ez a dupla tízes, 12. adása, tartsatok velünk! Kezdjük! Egy igazán őrült meccset kaptak a hétvégére a Premier League rajongói, a Chelsea 4-4-re végzett a Manchester City-vel. Igen, hát azért szerintem a várakozások is azt mutatták, hogy ez egy igazán pikáns meccs lesz. Aztán szerintem jóval többet kaptunk annál, mint amire lehetett számítani. Ugye 4-4-re végződött ez a bajnoki a Stanford Bridge-en és hát már eleve ugye a meccs előtt több izgalmas dolog is felmerült a mérkőzéssel kapcsolatban. Egyrészt ugye az, hogy a Chelsea ebben az idényben kiválóan teljesít nagy csapatok, top csapatok ellen rangadókon. Másrészt pedig az, hogy azért a két csapat között van átjárás, ugye Raheem Sterling és Cole Palmer ugye a Chelsea-ben játszik, és Manchester City játékos volt korábban, míg ugye a Kovácsics éppen ezen a nyáron szerződött a Manchester Cityhez, miközben a chelsea vel lett nem olyan rég BL győztes, úgyhogy volt izgalom már a meccs előtt is, történetszálak, amiket el lehetett mesélni, aztán a meccs az jóval többet adott ennél, térjünk is az első félidőre. Igen, ugye már is négy gól esett, kettő-kettő volt az első félidő. Láttunk egy véleményes 11-est, a Amivel... Könnyű sippa befújt 11-est, igen, igen, Holland elvégezhette. És hát utána viszont szóval jött a Chelsea, amelyik világgyorsan fordított. Igen, gyorsan megfordult az állás. Ugye először a 39 éves Tiago Silva szerzett gólt fejjel egy szöglet után, vagy utána, utána jött Sterling találata, és... És aztán a igen. aki ugye még az első fél időben kiegyenített. Ugye egyrészt Tiago Silva golyapikáns az életkora miatt, Stirlingé pedig ugye azért, amit már említettünk, hogy City játékos volt. Nagyon érdekes volt a meccs egyik legviccesebb pillanata, hogy Stirling először elkezdett örülni, majd aztán rájött, hogy azért ez a Mégségén volt a csapata. Igen. Igen, úgyhogy már három top csapatban játszott Premier League szinten, úgyhogy és néha nehéz szerintem neki is, hogy hova tegye ezeket, de végül így visszafogta magát. És a DCNG pedig jött az egyenlítéssel, hogy aztán a második félidő rögtön úgy kezdődjön, hogy Ölling Holland jöjj, egy középretett labdára érkezik, és bekotorja igazából a labdát a kapuba. 3-2. Nos, ekkor azért azt láthattuk, azt várhattuk, hogy, hogy visszaveszi a kontrollt a Manchester City. De hát nem így történt, mert Conor Gallagher bomba erős lövése után jött Nikolás Jackson, aki ugye a Spurs ellen egy mesterhármas szerzett múlt héten, ezen a mérkőzésen pedig ugye közelről betalált, ezzel lett 3-3, és itt ragadom meg azt a pontot, hogy nagyon picit taktikáról is beszéljünk, mert, mert Pep Guardiola elképesztően kényelmetlenül érezte magát a, a pályaszérén, azért a City-től megszokhattuk az elmúlt hát most a jó pár évben, hogy, hogy tényleg szereti kontrollálni a mérkőzéseket, és főleg ebben az idényben nem is alakítanak ki annyi helyzetet, nem is lőnek annyi gólt, ellenben a védekezésük nagyon stabil. Na, most ehhez képest ez egy igazi kontra csata volt, átmenet csata, ide-oda pattogott a labda, és folyamatos gólok helyzetek, úgyhogy hogy látszott, hogy nem így tervezte ez Guardiola, hogy aztán úgy tűnjön, hogy mégis meg lesz a city a győzelem, hiszen jött Rodri. Akinek a megpattanó lövésével előnybe került a City, és amikor már mindenki elkönyvelte nagyjából azt, hogy járnak a Manchesteriek, akkor jött egy 11-es, és a 95. percben kiegyenlített a Chelsea. 4-4 lett a végeredmény. Igen, és hát nem is akár kilőtte ezt a 11-est, de még annyira térjünk vissza, a 11-eshez, hogy egyébként ez teljesen jogos büntető volt, de eddigre gyakorlatilag kiürült a Stanford Bridge. Mindenki elkönyvett, hogy kikaptak a City-től, de hát nem, mert jött Cole Palmer büntetője, aki, aki, ugye most érkezett a City-től a csapathoz, betalálta az Európai Superkupa döntőben, betalálta a Community shield majd utána eladta 47 millió euró érőt a Chelsea-nek a City, sőt, hát ez még akár 70 fölé is kúszhat bónuszokkal, és, Azóta alapember gyakorlatilag a Chelsea-ben, úgy, hogy 21 évesen ő a büntetőket. Láthatnak egy statisztikát itt a, a képernyőn, kedves nézők. Négy 11 es végezhetett el eddig Cole Palmer a Chelsea színeiben, ebben a PL idényben, mind a négyet belőtte, és két gólpassza is van már emellé, és ezt is olyan higgadtan tette, látszott az a pimasság az arcán, hogy a City ellen már csak azért is megmutatja, Úgyhogy most azt hiszem, hogy, hogy azért a végére ez egy igazságos döntetlen lett. Mind a két csapat hármas fölötti XG-t hozott össze, tehát nem arról van szó, hogy, hogy minden bement, és ezért lett négy-négy Iszgalmas, izgalmas, felejtetetlen meccs volt ez. Én még arra szeretnék rácsatlakozni, amit korábban mondtál, hogy elindultak haza a szurkolók. Ezt sosem értettem ezt a jelenséget. Jó, van az a megalázó veresség, amikor mondjuk valakit hazai elvernek 6-0-ra, de ezért itt nem ez volt a helyzet, és úgy, egyébként ugyanezt figyeltem hétvégén az mb ben is, amikor a Fradi videón elindultak hazaszurkolók a végén. Miért hagyják ott az emberek a csapatukat? Igen, ugye erre szokott mindig jönni az a kifogás, hogy a, dugó miatt, meg annak elkülése véget, de hát nagyjából annyian távoznak ilyenkor, mint amennyien a meccs végén is távoznak, tehát semmivel nem kerülsz kisebb dugóba. Hát igen, érdekes egy jelenség. Nyilván azok, akik kiútnak egy meccsre, tíz év után a kedvenc csapatukat megnézni, azok nem mennek ilyenkor haza. A bérletesek már annál inkább, úgyis itt vannak minden második héten, de ez ettől függetlenül azért, azért érdekes kérdés. Szerintem uh, mindig nevetség tárgyává lesz az a csapat, akinek a szur szur szurkulója elindulnak hazafele. Abszolút, de főleg úgy, hogy uh, a 95. percben jött az egyenlítés. Tehát akkor milyen rossz érezted magadat? Ugye a közelmúltból a leghíresebb ilyen jelenség, amikor a Éppen a Manchester City ellen a Real Madrid szurkoló indultak haza a és, hát, a lemaradt, telefonjukra az és, és két Rodrigo gólról, igen. ahogy fordított a csapat, és hát akkor mentek volna vissza, amikor már ugye a hosszabbítást tartott, úgyhogy igen, voltak is felvételek, hogy valaki stadion kívül örül, azért szerintem az nem volt olyan őszinte. De jó gól! Igen. És, mint amikor valaki a büfében marad le Na, valami Na, nagyjából, a igen, igen. Térjünk vissza a meccshez a... és a meccs emberéhez. Igen, aki meglepő módon, iróniával persze fűszerezve, Erling Holland lett, akinek mindösszesen 21 érintése volt ezen a meccsen, ami hát fordított esetben beszélhetünk arról is, hogy kivette a Chelsea a képletből őt, és csak 21 érintés, mi történt vele. Na hát ebből a 21 darab érintésből összehozott négy lövést kettő gólt, négy kulcs, három kulcs pass, bocsánat, és egy gól paszt. elképesztő hatékonyság, tehát minden harmadik mozzanata, vagy kulcspassz, vagy lövés volt. Mi lett volna, még többször labdához jut. Igen, igen, de hát ennyi kell neki, tehát ezért, ezért, ő a hatékony. legjobb csatára a világon, mert, mert szuper hatékony. Ezen kívül pedig még a párharcainak a nagy részét is megnyerte, mind fejjel, mind a földön, úgyhogy Jörling Holland ezúttal sem okozott csalódást, és a következő szegmensből kiderül, hogy ez érte nálunk hétjátékos a címet neki. A három jelöltünk tehát: Erling Holland, Kilian Mbappé és Rodrigo. Így van, díszes társaság azért ez. Nehéz is volt dönteni. Főleg, igen. hogy mondjuk Rodrigo két gól mellett két asszisztot is kiosztott. Így van, de Öling Mbappé mesteremes lőtt. Igen, választott volna. két gól, egy assziszt, igen. Igen, végül Rodrigóra esett a választás, de gyorsan Hollandról már beszéltünk, Mbappé ugye mesterhármas szerzett, ez tőle sem annyira meglepő, viszont Rodrigót választottuk, akinek nincsen igazán jó idény eddig a Real Madridban, Küzd azért egészen komolyan azzal, hogy igazából benzemát is kéne pótolnia, de közben máshogy kéne játszani, a csatárt kellene játszania, miközben ő igazából inkább szélső de kezd magára találni, a Bélben ez már az elmúlt két meccsen megtörtént, és most két gól, két gól a Valencia 5-1-es kiütése alkalmával, és hát egészen hatékony volt, öt lövése volt, 0,9-es várható gólja, tehát XG-je, négy darab kulcspassa és 48, 48 érintése, a Szófaszkor például 10-0-0-ával értékelt a teljesítményét, ami azért nem náluk sem ö, olyan gyakori, persze nem olyan, mint a Lökipnél például, akiknek összesen talán 10, 10 ilyen játékos teljesítmény van. Úgyhogy, ö, úgyhogy úgy néz ki, hogy a Real Madrid támadógépezetében Rodrigo is belépül, és pont ezen az elmúlt két-három meccsen az egyébként sérüléssel bajlódó Bellingham ö, nézett ki egy kicsit szürkébbnek. Ehhez képest Vinicius és Rodrigo pedig villog, ha ez a hármas ott tényleg előre talál ö, a Real Madridnál, akkor azért a, a BL-ben is lesz félni valójuk a ellenfeleknek. Viszont kíváncsi lennék egyébként a nézők véleményére is, hogy ö, ki szerintetek ki a hét játékosa és úgy döntöttetek el volna, mint mi. Igen, egyébként hármat emeltünk ki, de például ott volt a Liverpool meccse Mohamed Salah duplája, Igen. illetve aki szerintem nála is sokkal jobban játszott, a Cimikász, aki aki két gólpasszt osztott ki, tehát ilyen listára azért nehéz feltenni ilyen teljesítmények mellett, de bejátszotta Robertson hiányában megint csak a baloldalt, rendkívül fontos passzai voltak, volt két gólpassza, jó beadások, úgyhogy őt is hozhattuk volna, de most így döntöttünk, viszont térjünk rá a második topikra. A hét a döntésére. Még igen. pedig az, hogy az olasz bajnoki címvédő Napoli Meneszti Rudi Garcia vezetőedzőt nem tartott sokáig. Nem, nem, de igazából erre ki nem számított arra De Laurentiis elnök úron kívül, amikor kinevezték. Ugye egyrészt nagyon nehéz megugrani ezt a mércét, hogy 30 év után bajnok lesz a Napoli, és utána jön egy új vezetőedző. Igen, azért láttunk már ilyet, hogy ebbe belebuknak edzők. Hát szerintem csak ilyet láttunk. Tehát hogy milyen olyan példát tudunk mondani, hogy egy hatalmas sikert elért egy edző, aki, akit nem kirúgtak, hanem önszántából távozott, és az ő helyére érkező edző az megugrotta azt a szintet. Na, ne, egyszerűen nem lehet. A szurkolók elvárásai nagyon magasan vannak, ö, nyilván hiszen bajnokok lettek. A játékosok sem úgy kezelik őt. Egyértelmű. Egyértelmű. És azért Rudi Garcia hiába jutott Bél elődöntőbe mondjuk a Lyonnal pár éve, csak az szűné dolgozott legutóbb. Tehát, hogy ö, az nem az a szint, ami, ami jelenleg ugye a, a top futball, bár sokan azt mondják, hogy majd az lesz. Ö, úgyhogy Rudi Garcia egyébként, ha ránézünk, annyira borzasztó nem volt ez a mérleg. 16 tétmeccs, 8 győzelem, 4 döntetlen és 4 vereség. Most itt az Empoli elleni 1 0 hazai vereség tette be a kaput végleg. Ö, negyedik a Napoli a tabellán, tehát innen még bármi összejöhet nekik. Úgy tűnik, hogy Igor Tudor, a Marseille és a Verona korábbi vezetőedzője lehet a legfő favorit, arra, hogy betöltse ezt a pozíciót. Meglátjuk, hogy mennyi lesz ez jó megoldás. Egyébként nem, nem gondolnám rossz döntésnek, de nem dolgozott még ő sem, mondjuk, a szintű sztárokkal, úgyhogy valami hozzá... És még mindig barunk? túl közel van a Napoli bajnoki címe, tehát igen, igazából igen. szerintem ő ugyanabba a szerepbe kerül majd, vagy... Igen, igen de nem is olyan látom, hogy kit lehetne elhozni a piacra, tehát legfeljebb Antonio kontét, de ismerve De Laurentiis vérmérsékletét, és kontét, fél évig tartana talán, és hogy ö, lehet, hogy nem lenne hosszabb Igen, igen. Na jó, hát folytassuk viszont a légiósainkkal. jön az én személyes kedvenc a rovatom, a Légiósok, és hát kivel mással kezdjük, mint Szoboszlaival. Igen. Nem ez volt a legjobb három meccse, Abszolút. amiket most játszott az elmúlt időszakban, ugyanakkor azt érdemes kiemelni, hogy ennek ellenére a, a támadó középpályások között holt versenyben a harmadik legtöbb kialakított helyzet az ővé a Premier League-ben. Igen, világsztárok között. Ö, egyetlen nincs mély ponton Szoboszlai Dominik, egyszerűen csak arról van szó, hogy azért az elmúlt három meccsen már kijött rajta, hogy rengeteg meccset és rengeteg játékpercet tölt és töltött eddig a pályán. Most kíváncsi leszek, hogy ezek után milyen lesz a magyar válogatottban. Igen, bár lehet, hogy ugye csak egy meccsen kell játszani, de erről majd később beszélünk. viszont ez a statisztika mindenképpen kiemelendő, hiszen Bruno Fernandes és James Madison előzi meg csak ebben a rangsorban. Ugye egyrészt kalapot emelünk Bruno előtt, Fernandez előtt, hiszen ö, gyakorlatilag nem lőnek gólt a támadók a Manchester united -ba. Ő viszont alakítja ki nekik továbbra is a helyzeteket. Még James Madison könnyen megelőzhető ezen a listán, hiszen sérülős szenvedett, és január közepéig nem játszhat. Ugye, és James Ward Prose az, akivel 25-25 kialakított helyzete van eddig Szoboszlainak. Mindezt úgy, hogy Szoboszlai ebben az idényben azért ö, Lipcsei pályafutásához képest jóval vissza játszik, nagyon sokszor jön visszavédekezni. Ahhoz képest ez a 25 kialakított helyzet abszolút magas szám, és hát majd meglátjuk, hogy Kevin Bruyne milyen gyorsan éri utol őket, hogyha visszajön a sérüléséből. Térjünk rá a másik légiósunkra, aki Bolla Bendegúz. Igen, beszéljünk Bolláról, aki azért érdekes, mert ilyen univerzális játékos lett, számos poszton kipróbálja az edzője. Nekem Lovrencsics Gergő jut eszembe, hogy amikor a Lech Pozlánban focizott, akkor játszott jobb hátvédet, jobb széllen is játszott, Európa Ligában szerepelt bal hátvédként is, aztán utána a Ferencvárosban is, amikor hazajött, ott is előfordult. Eleinte még mémek is készültek erről, hogy Lovrencsics már megint hol játszik. Most Bolla, jut esz vagy a Bolla kapcsán ő jutott eszembe. Most, Igen. hogy a szervetben Kifejezetten jól játszik. Öhm, legutóbb ugye a, a Sheriff, ellen, Sheriff Tiraspol ellen kettő re megnyert öhm, mérkőzésüket emelném ki. Akkor játszott bal szélső. Igen, öh... 9 lövése volt a meccsen. Hiszen hihetetlen. Igen, tehát Bola Bendegúz jól mondod. Lovrencs is talán azért ő többször volt fejertól van, még amikor igazán gyors volt, és aztán így szépen lassan lett hátvéd. Ola viszont még mindig nem találták meg igazán, hogy akkor most száni védő vagy négy védős rendszerben jobb hátvéd vagy jobb szélső, és most picit a kényszer szülte, hogy bal szélsőként kellett játszani a, a Sheriff Tiraspol ellen. Hát helyezzük kicsit kontextusba ezt a kilenc lövést. Erling Holland 3,8-at átlagol a Premier League-ben, tehát ez egészen elgépesztő. Európában Bonnie, Viktor Boniface a Leverkusen csatára jár a legelőrébb, és ő is valamivel 6 fölött. Tehát elképesztő szám ez a kilenc. Gólt nem szerzett, összehozott egy 0,3-as XG-t, ami nem olyan magas kilenc lövésből, viszont a kilenc lövéséből négy kaput talált, ami, yeah. ami Kiváló szám, tehát hogy ö, ö, tényleg próbálkozott távolról, még távolabbról, meg egész jó pozíciókból is. Igen, meg a csapattársait is egész jól találta meg a labdákkal, volt ö, öt hosszú passza a meccsen, és ebből négyet azt ö, sikeresen célba juttatott. Igen, 65-ször ért Igen. labdába, és ö, egyébként az összes fejpárba megnyerte megnyerte háromba három, tehát ö, tényleg arról van szó, hogy lehet, hogy esetleg ö, majd el kéne gondolkozni rajta, hogy akár előrébb játszhatni válogatottban is. Ugye azt azért láttuk a selejtezők alatt, hogy többször volt olyan, hogy zicserbe került, Igen. pont attól, hogy üres volt a jobb oldal, azokat Például akkor szerbe kellene. Például szerbe kellene. Azokat eddig mindannyiszor kihagyta, de ez nem biztos, hogy mindig így lesz. Bízunk benne, hogy fejlődik, illetve majd azért pár év múlva el kell azon gondolkodni, hogy ha mondjuk már Loik Négó nem játszik a válogatottban, akkor kiveszi át az ő helyét, mert ugye Négó sem kezd mindig, de igazából még talán hozzá tudnám hasonlítani őt a mostani magyar. Igen, igazából ez szerintem már megtörtént egyszer, hogy Bolla átvette ezt a pozíciót, csak aztán, amikor a grasshopper jó formában volt, csak aztán jött egyrészt ugye az, hogy nem játszott a Wolves-ban egyáltalán, és ugye nyári felkészülés során még felkészülési meccsen sem lépett pályára. Ekkor visszakerült Négó csapatba, és azóta annyira jó négó azon a poszton, és a szerve kellene mindkét meccsen olyan jól játszott, hogy most nem lehet őt kirobbantani onnan. Egyébként hosszú távon én azt tartom valószínűleg, hogy Bolla meg fogja tartani ezt a pozíciót. Tényleg látszik rajta a fejlődés, a szerverben megkapja a bizalmat, és hát ott vannak a svájci bajnokság élmezőnyében, úgyhogy az elben is egészen jól állnak, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. És akkor beszéljünk egy kicsit kevésbé vidám. Igen, menjünk északabbra. Témáról, igen. Egy északi kikötővárosba. Hamburgban nézelődünk, ugyanis ott játszik, vagy hát játszana német András, de nem játszik annyit, amennyit mondjuk Márkó Rossi szeretné, meg hát amennyit egy bármelyik magyar szurkuló talán szeretné, vagy akár ő is. Eddig összesen 386 percet játszott a Hamburgban, amióta oda szerződött Belgiumból, bár volt közben sérült is, de ez nagyon alacsony átlag. Tehát meccsenként 17 percet lépett pályára. Igen. Most De ez, ez, ez direkt úgy számoltuk, hogy ez azoknak a meccseknek a, az átlaga, amin pályára lépett. Tehát ugye, igen, direkt, hogy ne számítson a sérülést. Igen, igen, igen. Tehát 23 azokon meccsen. a meccseken, ez fontos ö, kiemelni, hogy azokon a meccseken játszott ilyen keveset. Ö, mindösszesen két gólya és egy asszisztja van, szóval jelenthető, hogy nem jött be ez a váltás. Az a baj, hogy tehát sokan felteszik azt a kérdést, hogy akkor miért igazolt oda, vagy, vagy mennyire jó ő valójában, hogyha nem fér be egy Bundesliga kettes csapatba. De ez nem olyan egyszerű, ez a Hamburg egyébként egy Bundesliga szintű csapat, most már évek óta orszomolják a feljutást. Doboly. Épp hogy járontották hát, a fejútást. Tavaly előtt is tehát Igen. folyamatosan épp hogy lemaradnak róla. Ö, ugye tavaly végül nem is osztály, játszhattak osztályozó, tavaly előtt pedig a Hertha ellen vezet, ugye megnyerték az első meccset Berlinben, és úgy sikerült végül ö, nem feljutni. és az előtt is nagyon közel voltak, úgyhogy mindig nagyon közel vannak. Van Gláczel személyében egy nagyon jó csatáruk, ö, tényleg Bundesliga kettő szinten főleg. Nehézbe kerülnie német Andrásnak, amikor bekerül, akkor nem játszik rosszul, de nagyon kevés ideje van arra, hogy bizonyítson, ugye, a, ugye Belgiumban pont ebben emelkedett ki, hogy a végén bejött, akkor is tudott valamit tenni, de ez a 17 játékperc per pályára lépett meccs, ez, ez kevés. És akkor az apropót, azt el is mondanám, amit a szövetségi kapitány Márkor Rosszi mondott róla. Nem volt uh, példa nélküli egyébként Rosszi nyilatkozata, hogy azt már megszokhattuk tőle, hogy időnként így... Um, Hát ha nem is beleszól, de mindesetre de beleszól. Szóval, hogy, hogy megnyilatkozik abban az ügyben, hogy szerinte hova kéne igazolni Igen, egy játékosának Igen. szoboszlai kapcsán, is láttuk ezt még ja, olyat is mondott, hogy Olaszországban jó lenne neki, de Igen. más játékosok esetében is mondta, hogy ö, szerinte kinek hol lenne jó, vagy hol nem lenne jó. Itt most ugye akkor ö, német kapcsán, német kapcsán azt mondta Rosszi. Őszintén megmondtam neki, mennie kell Hamburgból. Ha kijutunk az Európa bajnokságra és meghívót szeretne, folyamatosan játszania kell a klub csapatában. Mindegy, hogy Németországban vagy máshol, de játszania kell, ez mindenkire vonatkozik. Tiszta az üzenete a szövetségkapitánynak. Nyilván nem könnyíti meg egyébként a játékos és a játékos ügynökének a helyzetét sem. Az a szándék, hogyha meghívót szeretne, akkor távoznia kell, hiszen akkor januárban kellene lépnie. Ne is ezzel foglalkozzunk, nem a mi tisztünk ebbe beleszólni. Az viszont egy jó kérdés, a legutolsó mondata Rosszinak, hogy ez mindenkire vonatkozik. Ha ezt nézzük, akkor ugye Nagy Ádám is eléggé kevés lehetőséget kap Olaszországban. Szalai Attila gyakorlatilag egyáltalán nem játszik a Hoffenheimben, vagy csak a sérülés esetén. És itt merül fel a kérdés, hogy... hogy Rossi szavai rájuk is vonatkoznak-e, ők már bizonyítottak felnőtt csapatba, tehát ö, megérteni az ember, ha nem, de ha esetleg ez az eb ha kijutunk, így marad, ö, akkor mondjuk Szali Attila kikerülhet el a kezdő csapatból, ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem. Nem tudunk-e építeni egy olyan stabil igen. közép közép a helyére, mint amilyen korábban volt ő. Igen. Pedig egy, egyébként ez egy persze tökéletes felfogás, azok játszanak, akik egyébként Ezek az Ezekben eléggé tartotta a szavát, vagy ugye amikor Abszolút. Gyudzsák az MB2-es Debrecenbe igazolt, meg, megmondta, hogy MB2-ből nem, így nem lehet bekerülni a válogatottba, vagy ugye Pátkai Máté is így fejezte be a válogatott karrierjét, amikor a vasasba így van. szerződött. Így, Rossi abszolút következetes kapitány, és hát meglátjuk, hogy mi lesz német András sorsa. Az biztos, hogy most bekerült a válogatott keretbe, és bár valószínűleg azért nem fog sok percet itt sem a pályán tölteni, de lehet, hogy lesz olyan helyzet, amikor szükség lesz rá, kanyarodjunk is rá a válogatottra. Fél lábbal kint vagyunk az Elbén, az év utolsó mérkőzéseire készül a magyar válogatott, vagy mérkőzésére, vagy mérkőzéseire, vagy ki tudja. <laughs> Igazából őrült lehet, ami történik a Bulgária-Magyarország mérkőzés megrendezése kapcsán. Igen, azt rögtön leszögezném, hogy a, az adást hétfő este rögzítjük, ekkor még nem dölt el százszerzelékosan, hogy mi lesz a, selejtező meccs sorsa, úgyhogy ö, ennek fényében beszéljük majd ki az eseményeket, viszont végigmegyünk az elejétől végig, hogy Igen. mi történt. A csapat ugyanis úgy készül, hogy lesz meccs. Így van. És ö, ennek tekintetében állította össze keretét Márko Rossi, akinek hát főhetett a feje sok gond miatt, sok hiányzó miatt. Ugye ö, nem tud játszani továbbra sem Billy Orbán, kidőlt Fiola Attila, ami még egy érvágás a igen. védelemben. Sajla is sem játszik majd, Varga Barnabás sem látott a legjobbjaink közül. Igen, hát azért nyugodtan elmutatjuk, hogy az előző meccsek legjobbjai között ott volt Varga és Sajlai. Most igazából még egy egy érintőleges dolog, ugye a Gulácsi is megsérült a az Erbil Leipzig legutóbbi bajnoki ajánlat, ő az valószínűleg padozna, de ez igen. Igen. is érinti a keretet. Abszolút, igen. A felvételkor még nem tudjuk, hogy hogy mi lesz az ő sorsa. Igen, és ugye Salla is ott készül a csapattal, de nem léphet pályára, Varga nincs is ott, úgyhogy ö, Fiola is kidőlt, őt majd valószínűleg Botka Endre helyettesíti a védelemben, egy újabb, előrelépő emberre van szükségünk. Ugye Vili Orbán is Fiola kidőlésével, úgyhogy ö, vannak azért problémák bőven, Ettől függetlenül mondhatjuk, hogy egy rutinos keretet rakott össze így is Márkó Rossi, Egyetlen újonc sincsen ugye a keretben. Persze hozzá kell tenni, hogy ott van Katami Mihály, Soma. Sokat ez... még nem játszottak, de azért már valamennyire igen. ismerik ezt a közeget, és azért hiába igen, igen. kell csak egy pont a kijutáshoz szerintem. Ebben a helyzetben ez egy bölcs döntés volt a kapitánytól, hogy nem most kezd el így építkezni újabb emberekre. Hát egyértelmű volt, hogy ebben az évben már Rossi nem fog azért oda nyúlni, hogy átalakítsa ezt a csapatot, aztán majd a következő évben lehet újra kísérletezni. Ugye az esélyekről annyit, hogy természetesen, és de jó, hogy ezt így mondhatjuk, vezetjük a csoportunkat, egy pont is elég a hátralévő két meccsen ahhoz, hogy biztos legyen a válogatott kiutása viszont egy három pont, tehát egy győzelem esetén biztos lenne a csoport is. Ez két meccs alatt az eddigi teljesítményt látva nem egy óriási vállalás, egyértelműen esélyesek vagyunk arra, hogy megnyerjük a csoportot, és még teljesen a Litvánok elén döntetlennel az sem úszott el, hogy első kalapos lehessen majd esetleg az elbén a válogatott, ehhez azért szükség lenne mondjuk a spanyolok botlására, botlásaira de nem is az a lényeg, hanem hogy meglegyen a biztos kiutás. És hát akkor térjünk rá arra a botrányra, ami múlt hét hétfőn, épp az egyel ezelőtti adás felvétele előtt néhány órával volt kibontakozóban. Igen, olyat már láttunk, hogy egy természeti katasztrófa, vagy járványhelyzet, vagy egy sajnálatos háború miatt nem lehet megrendezni egy mérkőzést, vagy legalábbis káoszba fullad egy mérkőzés megrendezése. Na de ami Bulgáriában történik, az. Igen. Vagy éppen szurkulók miatt, szurkulói rendbontás miatt mondjuk zárkapus lesz egy meccs. Itt azért még nem pont erről volt szó. Itt megelőlegezték a szurkolói rendbontást a bolgárok, ugyanis hát kezdjük onnan, hogy amikor kitűzték a mérkőzések időpontjait, én a legelső helyszín, amit láttam, az Rászgrád volt. Igen, abszolút. Nem, az UEFA-n még nem is volt fönt, uh, hanem a worldfootball.com-on uh, láttam a, a Ludogoresz stadionját. Igen. Majd utána volt szó arról, hogy Plovdivban lesz a meccs. Igen? Utána áthelyezték a meccset Szófiába, és így is készült mindenki egészen nem sokkal ezelőttig, hogy ismételten ott játszunk Bulgáriával, akár csak a 2000 21 nyári Európa-bajnokságot megelőzően a pócselejtezőn, ismételten nézőkkel öt, bár ugye akkor ott nagyon kevesen voltak, és hát nagy erőkkel készültek a magyar szurkolók is, ugye hát több ezer jegyet eladott a Bolgár Szövetség a magyaroknak, Abszolv. rengetegen utaztak volna ki, foglaltak szállást, a repülővel, ugye a ugye, Vizer két, két sárterjáratot indított, Igen. és hát ehhez képest aztán hirtelen a Bolgár Szövetség biztonsági okokra és a hivatkozva és az UEFA ajánlására mutogatva egyrészt zárt tette a meccset, másrészt áthelyezte, vagy hát visszahelyezte a Plovdivba, a és a, hát egy, az már csak egy apró részlet, hogy néhány órával a kezdés is hamarabbra hozták, de ez lényegtelen abban a sztoriban, hogy ezek után a, az UEFA által is leokézott új helyszín, helyszín esetében a stadion, éppen felújító <laughs> vállalkozás kijelentette, Igen. hogy, na, de bocsánat, itt válogatott szünetre ö, időzítettünk Igen, itt, egy csomó munkát. Itt menjünk végig nagyon gyorsan, hogy tényleg érthető legyen mindenki számára, mert annyi cikk és változás jelent meg, Igen. és persze, persze változott a helyzet, hogy mielőtt kitárgyaljuk ezt, szerintem menjünk végig nagyon gyorsan a pontokon, nagyjából, Jó. Hogy, hogy hogy hogyan is jutottunk el idáig. Ugye onnan kezdődött, amit már említettél, hogy elrakták ezt a meccset Szófiából Plovdivba, és ö, zárt tették a mérkőzést. Az UEFA jóvá hagyta a Plovdivi stadionban ö, a mérkőzés lejátszását, csak hogy az ottani munkálatok miatt ugye a stadion ö, építését ö, igazgató cég ö, vezetője jelezte, hogy nem alkalmas arra a stadion, hogy itt ö, válogatott mérkőzés rendezzenek, ami és azért úgy, is érdekes, hiszen a bajnokit játszanak minden igen, héten. Ugye Elvileg úgy csinálják, hogy napközben még jó fényviszonyok mellett itt rendeztek bajnokikat, és a válogatott szünet idejére időzítettek be olyan munkálatokat, vagy munkafázisokat, amelyek miatt nem lehet meccset rendezni. A tetőszerkezeten is dolgoznak, illetve nincsen megfelelő világítás jelenleg a stadionban, ami egy esti meccs közvetítéséhez kellene. Tehát lehet, hogy a fél homályban elfociznak, mert mondjuk egy edzőpályát sem világítanak annyira ki, de egy tévés közvetítést azért az el itt, hogy főleg egy zárkapus meccsen, akkor senki nem látná normálisan a meccset. És akkor... Igen, <coughs> és erre ugye jött pénteken az a hír, hogy ugye akkor már azért lehetett sejteni, jöttek az információk, minden igazából rendszerint haladt. Pénteken jött a hír, hogy nagy valószínűséggel nem Plovdivban rendezik meg a mérkőzést. És ezt így nagyjából mindenki el is könyvelte magában, lesz-e még új helyszín, mi lesz, elhalasztják a meccset. Ö, majd jött szombat reggel a hír, hogy de mégis Provdivban lesz a meccs, hiszen ugye a, ennek a cégnek a vezetője Ilián Filipov aláírt egy dokumentumot, amiben elismeri, hogy a stadion készen áll a mérkőzésre. Ö, ekkor Provdiv polgármestere is ö, megerősítette ezt az információt, ő is azt mondta, hogy igen megrendezik a meccset Lóziban, erre majd hétfőn tesznek hivatalos jelentést, Majd erre egy fél órával, órával később jött Filipov, aki hát elképesztő nyilatkozatot adott, vagyis közleményt adott ki. Elmondta, hogy ő nem írt alá semmilyen dokumentumot, a Bolgár Szövetség ügyvezető helyettese gyakorlatilag megfenyegette, hogy a stadiontól még az engedélyt is elveszik, hogyha nem rendezhetik meg ezt a mérkőzést ott, és hogyha nem írja alá ezt a dokumentumot, majd elkezdődött a bolgár sajtóban az az eszméletlen üzengetés igazából a, a felek között. Lényeg a lényeg, jelenállás szerint, vagy hát nem jelenállás szerint, ma, tehát hétfőn adásunk pillanatában, vagy napján, kiderült, hogy Prozdívban biztosan nem lesz Magyarország-Bolgária mérkőzés, és akkor egy újabb stadion Igen. Megészen hihetetlen. Ugye a Hristo stadion volt Plovdivban, és Kanzsaliban az Árda arénát javasolták igazából a bulgárak, hogy ott meg lehetne rendezni a meccset. Hát meg lehetne, csak egyrészt az UFA-nak le kellett adni a selejtezők indulásakor egy listát, arról, hogy mely stadionokban szeretnének esetleg felejtező meccset tartani. Másrészt ez a stadion nem felel meg az UEFA szabványoknak, hiszen túl messze van a reptértől, a csapatokat és adott esetben a szurkolókat sem lehet elszállítani. És most így komolyan kigondolták azt, hogy még ennyi nappal a mérkőzés előtt majd akkor új szállást foglalnak, egyrészt a magyar válogatottnak, másrészt a bolgároknak is kell, a játékvezetőknek, mérkőzés ellenőr, a tévé stábok hirtelen megoldják azt, hogy akkor mégis, bocsi, arrébb kéne menni pár száz kilométert, és ott kéne inkább közvetítenétek a meccset. Szóval ez ö, elég esételen, és akkor még egy izgalmas adalék ez, hogy ugye szóban nem még Rázgrád, ahol ö, a Ludogorás stadionja az, ö, az egyik legjobb stadion Bulgáriában. Abszolút. És ö, ott elvileg az az indoklása a Bolgár Szövetségnek, hogy miért is nem lehetne oda a meccs, hogy túl sok magyar szurkoló vett elvileg, Rázgrádba a repülőjegyet, illetve sokan foglaltak szállás, és akkor ez biztonsági kockázatot jelent. Készen hihetetlen. Tehát röviden összefoglalva a sztori onnan indult, hogy a polgár szövetség lehetetlenítette el, hogy a bolgár szurkolók a meccsen a saját nemzetük, vagyis szövetségük ellen tiltakozzon, ugye a rossz eredmények miatt. Majd utána a helyszínt változtattak, a helyszín, amire megváltoztatták, az nem volt megfelelő, elkezdődött egy üzengetés, egy perharc, aminek a vége egy új helyszínjavaslat lett, ahol meg nincsen UEFA engedély, úgyhogy egészen hihetetlen felfogatottan. A amit... még így is lesz a szurkolók az részéről, igazából még nem hogy csak olaj a tűzre, olaj a tűzre de nem, nem egy kis pohárból öntötték, vagy egy kis üvegcséből, hanem még egy hordóból. Igen. És, uh... Igen. Nehéz, nehéz, de még ezt se tudjuk, hogy mire kimegy az adásunk, addigra döntés születik -e az ügyben, viszont két opció van akkor, hogyha nem kerül lejátszásra ez a mérkőzés. Ugye az egyik esetben 3-0-ra megnyerjük a mérkőzést, Bulgária ugyanúgy marad az elbi csoportban. Ekkor biztos a csoport elsőség. Viszont van egy másik opció, hogy Bulgáriát kizárja az UEFA. És törlik a... az eredményeket. Már és az azt össze... is, amit játszottunk. Tehát így a van, a te... Budapesti 3 0 val akkor például az a baj, hogy ugyanúgy 3 0 lenne, nulla lenne, de például a magyar gólszerzőktől akkor elveszik a gólokat. Igen, például Szoboszlai Domík egy fantasztikus szabadrugásból jegyzett azon a meccsen, vagy például Ádám Martin is betalált. Igen. Hát igen, viszont ugye ebben az esetben még kellene gyűjtenünk Montenegro ellen legalább egy pontot, ahhoz, hogy meglegyen a csoportársaság, a kiutás ekkor is biztosított lenne. Úgyhogy persze nem járna azért rosszul a magyar válogatott, hogyha nem kellene lejátszani ezt a meccset, de szerintem azért jó mentalitásról árulkodik az, hogy Márko Rosszi csapata úgy készül, hogy lesz meccs, és hát akkor is pontot kell szerezni, hogyha megtartják ezt a meccset. Az, hogy hol, hát a végén ki tudja, hol adunk ki. Ráadásul az UEFA érdekes, hogy semmit nem lép gyakorlatilag az ügyben. Igen, amit fontos tudni, és sok, a, sok kommentet is uh, látni arról, hogy uh, akkor mondjanak le a pályaválasztójogról, jogról, de ez nem lehetséges, tehát nem lehet az, hogy um, egy országban já, rendezik a pályaválasztó mind a kettő mérkőzését, Igen. mert hát ez a más csapatok az szemben igazságtalan lenne. Abszolút. Semmiatt nem lehet arról szó, hogy akkor gyorsan a Puskás Arénában rendezik meg a mérkőzés, vagy bárhol máshol a Magyarországon. Bár nem elfogynának, hogy egy-egy gyorsan. Elég gyorsan, igen. Igen, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Az biztos, hogy az lenne a legjobb, ha jövő héten már úgy ülnénk le ide beszélgetni, hogy, hogy nem csak, hogy kijutott az LB-re, de a csoportját is megnyerte a magyar válogatott. Erre minden esély megvan, most viszont folytassuk játékkal. Adásunk felvételét követően kedd előtt az MLS hivatalos közleményben bejelentette, az UEFA tájékoztatása szerint megrendezik a Bulgária-Magyarország elviselejtező mérkőzést, ráadásul Szófiában, ott, ahol eredetileg is tervezték. A meccset csütörtökön 18 órától zárkapuk mögött rendezik. Az MLS közleményében kifejtette, amit a rendezőszövetség művelt az elmúlt hetekben, az példátlan, teljes mértékben indokolatlan és súlyosan sportszerűtlen. Még egy családi nyaralás sem lehet így megszervezni, nem, hogy egy komoly bíró, emberek sokaságát érintő és milliókat érdeklő nemzetközi labdarúgó mérkőzést, mondta az MLS. A kávária tehát lezárult, lesz meccs csütörtökön. És akkor játékkal folytatjuk, ahogy azt már megszokhattátok. Szokásosan megizzasztjuk egymást, Márka. Így van. Ezúttal nem kvízzel, hanem talált ki játékkal készítünk mind a ketten. Én egy játékosra mondok állításokat, te pedig egy edzőre. Meglátjuk, hogy túljárunk-e egymás eszén. Kezem is, hogyha jó az így neked. Öt állítást hoztam. Az első az, hogy egyszeres bajnok az MB1-ben. Uh -huh. Idén nyáron közel 3 millió eurót fizettek érte, három magyar csapatnál játszott összesen felnőtt szinten, 13-szoros magyar válogatott, és még mindig csak 23 éves. Tehát egy olyan játékosról beszélünk, aki ö, bajnok az NBA-ben, Idén nyáron váltott, méghozzá 3 millió euróért, három magyar csapata volt, és 13-szor lépett pályára a pedig még csak 23 éves. Most ez azért könnyebb, szerintem, mert beszéltünk már róla a mai adásban. Így van. Bolla Bendegúz. Igen, ez lett volna, ez lett volna a bónusz segítség, hogy volt ma már róla szó. Úgy gondoltam, hogy ezt így keretbe tenni Bola Bendegúzról a mai párbeszédet. Így van, Bola Bendegúz, három milliót fizettek kis ilyen érte, és hát ugye a Vidivel bajnok lett az mb 1 ben Igen. Folytatjuk hát a Én egy edzőt hoztam neked. Na lássuk csak. A... Akire gondoltam, az azt a csapatot edzette először, amelyikből játékosként visszavonult. Igen. Eddig három angol csapatot edzett. Igen. Egyszer BL ezüstöt nyert csapatával, már edzőként. Uj, uj. És nyert francia bajnokságot. Ja, francia szintén edzőként. Szintén edzőként. Jó, zanzásítva kérném szívesen, még egyszer. De még egyszer, ahonnan visszavonult, annak volt először az edzője. Uh -huh. Három angol csapata volt, amelyiket edzett. Az egyik csapatával BL ezüstérmet szerzett, és francia bajnokságot nyert edzőként. Azért ez szűkít valamennyit, hogy kik, át, kik dolgoztak a Premier league is, meg a liga is. Abszolút szűkít, de három Premier League csapata volt. Uh -huh. Aktív edző még? Igen. De már nem a Premier League-ben. De. Uj, uj. Sőt, egy meccsről is beszéltünk. <laughs> Mauricio Pocsetti. Pontosan. Igen, jó, jó, jó. Átfutott a, igen, a Spurs, a Soton, igen. és most a Chelsea kispadján, és hát a PSG-vel bajnok lett. Jó, hát nehéz szülés volt szokásosan, de megfejtettük mind a ketten, úgyhogy kanyarodjunk rá az utolsó pontunkra, ami ezúttal is a merész tippek. Nos, Márk, mit hoztál mára? Hát mivel ugye Pochettinoval fejeztük be, ezért folytassuk a Chelsea-vel. Én azt mondom, hogy a Chelsea ott lesz a bajnokok ligája 2024-25-ös kiírásában. Üm, abból gondolom ezt, amilyen formát egyrészt mutatnak most. Nagyon sok pénzből hozták össze ezt a keretet, én ezt nem tagadom, viszont üm, egyre inkább látszik, hogy ez egy nagyon tehetséges, nagyon sok oldalú keret, üm, és Pochettino keze nyoma egyre jobban látszik ezen a csapaton, vannak benne olyan alkatok, akik később váhatnak, egyéniségé válhatnak. Nagy meccseken egyelőre brillírozik ez a csapat, tehát rangadókon is oda tudja tenni magát, és nagyon rosszul indították az idényt, még mindig ott vannak a tabella a második felében, de szerintem a végére odaérnek a top 5-be, és ezzel BL indulok lesznek. És hogy miért mondom ezt, erről is fontos szerintem beszélni, hiszen adott esetben, bár a Manchester United azért eléggé lerontja az esélyeiket idén, a Premier League-ből is öt csapat indulhat a bajnokok ligájában, ugye a következő évben megváltozik a kiírás. Jelenleg egyébként a Serie a és a Bundesliga az a két liga, ahonnan öt-öt csapat indulhatna. Szerintem ez azért idővel megváltozik majd. 6. És aztán 7, aztán 8. Igen, így, lehetne őt angol csapat, és szerintem ez a Chelsea képes odaérni az ötödik helyre. Azt mondom most, hogy jobb csapat, mint a Manchester United, az Aston Villát azért nem látom, hogy végig kitartana, ugye, hogy a Brighton sem, úgyhogy szerintem ott lesznek. Mi a te tipped? Válogatott kapcsán azt mondom, hogy Márko Rossi csapata még négy gólt szerez az elbés rejtezőkön. Ez mondjuk akkor merészebb, hogyha nem lesz bolgármest. Igen, ezért kezdtem el nevetni. Uh... És... Igen. Hát... Ab, Abban reménykedem, hogy így az önfelett ünneplés közben kiszakad a golzsák. Uh -huh. Jó, hát mindig pozitív vagy a válogatott kapcsán, reméljük, hogy ö, eddig ugye nem jöttek be a egy picit mindig túllőttél, de mindig majdnem bejött, ö, ugye hány gólt szerzünk a szerbeken, és így tovább, mind a kétszer nyertünk, úgyhogy igazából szóval én ezzel elégedett vagyok. Ö, reméljük, hogy, hogy így lesz, és akár még több gólt is szerzünk, de hogyha esetleg 3-0 a bolgára kelleni meccs Akkor játék sem egy nélkül, csalódott. és csak 3-at rúgunk. Ja, hozok egy róla. újabb olyan tippet, ami egy picit több. Igen, úgyhogy ennyi volt már a jövő héten jelentkezünk, ahol alaposan kitárgyaljuk a magyar válogatott mérkőzéseit. Addig is köszönjük, iratkozatok föl, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!